Üdvözlöm Önöket! A humorban nem ismerünk tréfát, ez lehetett volna a Rákosi diktatúra mottója. Sokan tudják, hogy akkoriban börtön járt egy-egy viccért, míg a politikai humort a kivégzett, elüldözött, bebörtönzött ellenfelek és ellenségek lejáratására használták. De mi változott meg a Kádár rendszerben? Hogy jutottunk el a legvidámabb szelepig, Hoffi Gézáig? Mai adásunkban ennek járunk utána. Hamar Donát utána jár, minek köszönhette töretlen népszerűségét a pártállami propaganda egyetlen viszlapja, a Ludas Matyi. Kassai Kata kideríti, miért rettegtek kollégái a Mikroszkóp színpad vezetőjétől, Komlós Jánostól. Jámbor Flóra bemutatja, miért szerették és szeretik annyian Hoffi Gézát, a Kádár korszak megmondó emberét. Kapsi kulákok, gyilkos imperialisták, gonosz papok. A humoros köntösbe bújtatott propaganda egyik legfontosabb eszköze a Ludas Matyi volt, amely úgy keltett gyűlöletet, hogy sok olvasót talán észre sem vette. De mit vettek át a nyilasoktól? És mennyire volt minden rajz és gúny eltervezve? Ennek járt utána kollégám Hamar Donát az Országos Széchenyi Könyvtárban. Alapvetően már kezdetektől a Magyar Kommunista Párt tartotta a kezében ezt a lapot. Egy írástudatlan ember is megérti a karikatúra lényegét. A súlyos papírhiány ellenére 1945-ben a Ludas Matyi 200 ezer példányban jelent meg. A viclapot pár év múlva már heti 400 ezer eladott példányban fogyasztotta a magyar közönség. Ezzel a Rákosi korszak egyik legjelentősebb propaganda eszközévé vált. Milyen céllal jött létre a Ludas Matyi? A lapnak az egyik fő üzenete, ideológiai küldetése az is volt, hogy a párt politikájának megismertetése mellett az éberség jegyében az ellenség elleni állandó küzdelmet folytassa. És ugye az egyik fő ellenség az a vidék Magyarországán a kuláknak minősített gazdák voltak. És éppen ezért a lenini hármas jelszó jegyében ugye maga mellé akarta állítani a kis- és középparasztságot az államhatalom, és a vidéki társadalmat ennek mentén megosztani. És nagyon fontos volt, hogy ezek a kulákos karikatúrák is például eljussanak ezekhez a kis- és középparasztokhoz. Egy gyors, könnyed rajzról, aminek az igazság kimondása lenne a lényege, nagyon gyorsan kiderül az egyszerű ember számára is, hogy ideológiai köntöst kapott, és immáron nem az üzenet a fontos, hanem a propaganda. Az a propaganda cél, amit az éppen aktuális rezsim akar közvetíteni az egyszerű embereknek. Nagyon sokféle elnevezéssel illették egyébként a kuláknak minősített gazdákat is. Tipikus volt a zsíros gazda, zsíros zsiga, egyéb keresztnév a Zsíros Pál, Zsíros Péter, Zsíros János. Természetesen voltak a felszínen humorosnak mondható szójátékok, de alapvetően sokkal inkább az ellenség iránti gyűlölet felkeltésére, a félelemben tartásra, a társadalom megosztására voltak alkalmasak ezek a karikatúrák. Truman, Marshall, Eisenhower és Churchill. Csak pár meghatározó nyugati politikus, akik rendre visszaköszönnek az újságban, ellenségesként ábrázolva. Ha különbséget kell tennem a náci rendszer és a kommunista rendszer rajzolói között, akkor vajmi kevés különbséget látok. Tehát ugyanazokkal a jegyekkel, ugyanazokkal az eszközökkel operálnak. Szinte, ha kicseréljük a szöveget, az egyik a másik mellé illeszthető, függetlenül attól, hogy kire vagy mire mutattak rá az aktuális hatalom urai. Ezen például Churchill látható. De mégis hogyan? Itt a rossz indulat ott érhető tetten, hogy ahogy a gyufaszálat meggyújtja, alulról kapja a fényt, és még félelmetesebbé, még visszataszítóbbá válik az arca. Az a disznó arc, a disznófejű nagyúr, hogy klasszikust idézzek, amely hát az 50-es években egyáltalán nem volt szeretett itt Magyarországon. Hogyan jelenik meg az ideológia ebben a karikatúrában? Nem vitás, hogy a balkész kártyái fognak nyerni. És ugye nagyon jól mutatja azt, hogy a jobboldalinak minősített ellenfelek, ellenségek vannak a jobb kézben tartva, a baloldaliban pedig ezek a szocialista vívmányok. Kicsit sem kell azon gondolkodni, hogy ez a vörös, markáns, melós kéz, amely az asztalra csap, ez az úgynevezett munkásököl, vasököl, ez még a Tanácsköztársaságnak a plakát kultúrájából maradt vissza, illetve azt melegítették fel. Tehát bő 40 év után is, vagy 30-valahány év után is nagyot lehet ütni
itt látjuk a fáklya vivő ördögökön, tehát egyszerűen ilyen makimajomszerű valaminek ábrázolják azt, aki nem jegyez békekölcsönt. A Rákosi korszakot váltva a Kádár korszakban elkezdett enyhülni a propaganda, ami a Ludas Matyiban látható volt. A karikatúrákon már a hétköznapi emberek problémái kezdtek megjelenni. A vidéknek szóló karikatúrákon nem a kulággazda jelenik meg, hanem mondjuk helyette János bácsi meg Juliska néni, és ezek már sokkal inkább olyan karikatúrák, amelyek teret adnak a humornak is, mert az ellenség helyett például a röfik, a rárók, és a riskák jelennek meg. Ezzel próbálták meg egy kicsit enyhíteni azt a fajta rombolást, amit azért gazdagon végigvittek ott az 50-es években. Úgyhogy az a fajta technikai hozzáállás, ami korábban jellemezte a rajzokat, nem szűnt meg, csak úgy mondom a célja változott meg, de az a vonalvezetés, az a fajta struktúra, sőt, elnézegetve a régi Ludas Matyit, a szerkesztés politikában is ugyanazok az elvek érvényesültek, mint korábban sajnos. Horváth Attila jogtörténész a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát egyáltalán hogy történik ez, hogy a Ludas Matyi tulajdonképpen teljesen monopól helyzetbe kerül, mert az előtte voltak a pártoknak különböző vicclapjaik? Hát ahogy ugye az egypártrendszer kialakul, ugye az egypárti vicc újság is. Ugye korábban volt a Kisgazdapárthoz közel álló Szabadszáj, amelyik tényleg egy szellemes vicclap volt, és hát a Kommunista Pártnak egy ilyen félhivatalos, pikánsabb vicclapja a Pesti Izé. És hát akkor, ahogy a pártok is küzdöttek egymással a szavazatokért, a támogatókért, ugyanúgy a vicclapokban is volt egyfajta pluralizmus és egyfajta konkurencia, és akkor a Ludas Matyi is még színesebb volt ennek megfelelően, és akkor még merték ábrázolni különböző helyzetekben még a saját vezetőiket is, például Rákosi Mátyást. De aztán telt az idő, és amikor monopól helyzetbe került, akkor gondolom már itt nem volt kérdés, hogy milyen lesz a lap. Hogy használták a humort a lejáratás eszközeként? Érdekes, hogy a politikai bizottsági és központi bizottsági állásfoglalások voltak erről, hogy nagyon jól látták, hogy voltak, akik csak ezt az újságot olvassa, tehát csak a Ludas nézi meg, és hát őhozzájuk is el kell jutatni a propagandát, és ezért a Rákosi rendszerben a lehető legdirektebb üzeneteket küldték, amivel gyakorlatilag megölték a humort, mert ezeken a karikatúrákon már nem lehetett nevetni, de annyira ki voltak éhezve az emberek az újságra, valami színesebb dologra, mert annyira szomorú és szürke volt ez az egész világ, hogy még ezt a retteltesen unalmas és direkt üzeneteket hordozó Ludas Matyit is megvették, nagyon nagy példányszámban. Sőt, olyan is előfordult, hogy csak úgy lehetett megvenni a Ludast, hogyha valaki egy másik lapot, például a Fáklyát, a szovjet hadsereg lapját megvette, tehát ilyen csatolt áruként is adták a Ludas Matyit, mert olyan nagy példányszámban kelt el, még ebben a szörnyű formájában is. Ez heti lap révén több kézen keresztül ment. Egy napi lapot azért egy-két ember olvasta maximum, heti lapot azért többen is, például az egész család, rokonok, barátok, ismerősök is megnézték, ki voltak téve mondjuk a fodrásznál, meg egyéb helyeken, úgyhogy elég sokan nézhették meg ezeket a viszlapokat. Igen, és más is volt, hogy az olvasási szokás akkoriban tényleg sokkal többen olvastak jelapokat. Milyen volt a hatása? Ezt lehetett mérni a társadalmon valamennyire? Hát a 50-es éveknek ez a direkt propagandája, én véleményem szerint ez csődöt mondott, ez 56 bizonyította be, hogy ez nem jutott el igazán az emberekhez, és ezért is váltott aztán majd a kádári propaganda a saját szempontjaik szerint egyébként rutinosan és ügyesen egy áttételesebb, egy burkoltabb propaganda irányába. Mit mondhatunk arról, hogy akik ott dolgoztak, ugye neves rajzolók is dolgoztak ott, azok mennyire váltak a párt öklévé, hogy így mondjam? Hát kénytelenek voltak ezt megtenni, mert vagy ott dolgoztak, vagy sehol. Tehát, hogyha egy karikaturista túl akarta élni ezt a helyzetet, akkor beállt ebbe a sorba. Itt most már nem kellett cenzúra, ott volt a főszerkesztő, nem hogy az volt a téma sokszor, hogy milyen rajzok nem jelenhetnek meg, hanem az, hogy milyen rajzoknak kell megjelenni. Tehát ő megmondta a szerkesztő értekezleten, hogy akkor most ezen a héten közölni fogunk egy karikatúrát mondjuk a Rajkperről, vagy a Vincentiperről, és akkor ki volt adva a rajzolónak. És voltak köztük olyanok, akik egyébként nagyon tehetségesek voltak, és korábban ügyes karikatúrákat készítettek, de hát nem volt mit tenni, mentek az irányvonalra. Aztán persze majd
együtt ingadoznak a párttal, ahogy azt mondta az egyik történész kolléga. Na és akkor a pesti viccek azok milyenek? Nem tudom, hogy a magyar történelmet el lehet-e viccekben mesélni. A 20. századot különösen, mi magyarok nagy hatalom voltunk ebben, tehát ezt büszkén mondhatjuk minden elfogultság nélkül. Ez volt az igazi népi ellenállás, a pesti vicc. Tehát ahogy történt valami, arról rögtön született a vicc, és hogyha találkozott két ember, akkor rögtön mondta, hogy hallottad, és akkor már mondták, és az volt a menő, aki sok politikai viccet tudott, és el tudta ezeket mondani, és persze tudta, hogy kinek kell elmondani ezeket a vicceket. És ez volt a népi ellenállásnak egy zseniális formája, mert kiderült, hogy mi átlátunk az ostobaságon, az ellentmondásokon, a hazugságokon, és hogy mennyire jól ismerték az eseményeket. Tehát ezek a viccekből egyértelműen kiderülnek. Igen, de hát ugye tényleg tudni kellett, ahogy most említette, hogy kinek mondhatjuk el a viccet, hogyha olyannak mondtuk el, akinek nem szabadott volna, akkor viszont ezért börtönt lehetett kapni. Hát az 50-es években igen, ezek voltak az 5+2-es viccek, 5 év annak, aki mondja, 2, aki kapja. Ez az 1946. évi 7. törvénycikk mondta ki az izgatásnak a törvényi tényállását. Erről még legfelsőbb bírósági állásfoglalás is volt annak idején, hogy politikai kérdések tréfás színben való feltüntetése, és ezért bizony akkor könnyen lehetett valakinek baja. A Kádár rendszer ebbe a szempontból is már puhult, ott már inkább csak a munkahelyi előléptetés, a prémium eshetett el egy-egy jó sikerült vicc után. És ugye itt van 56. 56-nak külön humora volt? Ez is fantasztikus, hogy harcolnak, ott vannak a barikádokon, és folyamatosan gyártják a vicceket. Tehát sokszor ilyen zrikálják egymást, hogy kivonulnak a szövetek, igen, de csak egyenként, vagy kivonulnak a szövetek, igen, de csak ide Kecskemétre, meg hogy a szójátékok, hogy azért van erős a magyar hadsereg, mert minden kapujában egy puskás öcsi áll, tehát hihetetlen. De még amikor leverik a forradalmat, még akkor is ott van a humor még a börtönben is, mert azt mondják, hogy aki a csillagokat leszette, azok a csillagászok, akik a Szálinszobrot ledöntötték, ők voltak a szobrászok, akik kegyelemből életfogytiglani börtöntetést kaptak, azok voltak a kegyelmes urak. Tehát hihetetlen, hogy micsoda életerő volt és van, hát ugye reméljük most is a magyarságban. Köszönöm szépen a beszélgetést. 56 után a Kádár diktatúra egyik legfontosabb célja az volt, hogy a nyugat közvéleményének szemében szabadabb és érhetőbb rezsimnek látszódjon. Úgy, hogy közben a magyar társadalom is érezze a látszat szabadságot, hiszen el akarták kerülni az újabb szabadságharcot, az újabb 56-ot. Ezért a 60-as évektől engedni kezdték a kritikusabb politikai humort. Persze, csak olyan bizalmi humoristáknak, mint az AVH-ról indult Komlós János. Kassai Kata riportja következik. Cseppet sem vidám helyen kezdődik történetünk, de groteszk módon mégis a kabaréban fogunk kikötni. Tartsanak velünk, és ismerjék meg a Kádár korszak retteget megmondó emberének, Komlós Jánosnak ellentmondásos életét. Milyen indítatásból jelentkezett Komlós önként az államvédelmi rendőrséghez? Az AVH-nál végzett tevékenysége azért arra utal, hogy ő ezt meggyőződésből csinálta, tehát ő szinte túl teljesített az AVH-nál. Ő egy művelt ember volt, és nagyon jó stratéga is egyúttal, tehát nagyon jó taktikai érzékkel tudott összeveszíteni egymással két embert. Ez ugye a bomlasztó tevékenység az állambiztonságnál szinte első számú feladat volt. A koncepciós pereknek a vázlatait, sőt ugye a védőbeszédet, a bírónak ugye az ítélet hirdetését, az indoklását, ezeket általában már azokban az ügyekben, amit rászignáltak, vele íratták. Ehhez volt is vénája, azt szokták mondani, hogy ebben tehetséges volt, de hát ugye persze nagyon rossz célra használta fel a tehetségét. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy a delikvenseket, akikre aztán utána ráfogták az ügyeket többnyire, ezeket ő maga kérdezze ki, maga vallassa. Magukban a koncepciós perekben is, ahogy ezt is mondtam, részt vett, tehát verőlegény is volt. És mik voltak az ő módszerei, mit lehet tudni erről, és milyen ügyek fűződtek a nevéhez? Én nem hiszem, hogy ő egy verőlegény lett volna, de azt abban szinte biztos vagyok, hogy megvoltak a zsarolási technikái, azok a sarokba szorítási, intellektuális, hát ő egy intellektuál volt, azok az intellektuális módszerei, amivel a félelemkeltés, a félelemben tartás, a zsarolás eszközével gyakorlatilag ő olyan gyanúsítottaknak a beismerő vallomását is ki tudta
szedni, ahol mindenki tudta, élén ő, hiszen ő írta a szövegeket, hogy az egész egy koholmány. Ő egy, ne szégyeljük kimondani, ő egy szadista ember volt. Ő tűket vert az általa kínzott embereknek a körme alá, ő élen járt a talpverésben, ő gúzsba kötött az embereket és megdugdosta, leköntöste. 1940 után szépen lassan, nem is annyira lassan emelkedett a ranglétrán, egészen az őrnagyi ranglét vitte egyébként. ...1956-ban állítólag részt vett a rádió előtti tüntetésen, majd néhány hónappal később a Magyar Rádió irodalmi osztályának szerkesztője lett. Ezzel megalapozta karrierjét a kultúrszférában. Később a Magyar Nemzet és a Népszabadság kulturális rovatának vezetője lett. Országos ismertségre a Rádió Kabaré konferenciéjaként tett szert Marton Frigyes felkérésére. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mi újság a mi utcánkban? Ezeknél az intézményeknél azért ilyen intellektusú, ilyen műveltségű és tehetségű ember kevés volt, aki még ráadásul humorérzékkel is meg volt áldva, mert ez mind elmondható Komlós Jánosról. Tehát ő érezte a lehetőséget, hogy mint kés a vajon megy majd előre ugye a karrierje. Az akkori kulturális élet teljhatalmú urához, Acél Györgyhöz folyamodott egy önálló kabaré színház létrehozásának igényével. Így alakult meg 1967-ben a Mikroszkóp színpad, amelynek haláláig 1980-ig volt igazgatója. Olyan humoristák futottak be a vezetése alatt, mint például a Markos Nádas duó. Felette sufni nincs! Na, jó, most beszélj! A vödört is el kell tenni. Most ne beszélj! Acél Györgyhöz azért is bízott meg benne, nem csak a jó humorérzék azért az megvolt, meg a jó íráskészsége miatt, hanem a feltétlen 110%-os kommunista beállítottsága miatt is. És ő itt volt a pártkatona, ő a pártkáderként, amit ő csinált, az 100%-osan el volt fogadva. És nem is volt, nem is tudunk olyat, hogy Kádár vagy Acél raportra hívta volna Komlós Jánost. Valószínűleg már csak azért sem, mert ugye erről nem nagyon szoktak beszélni, de Kádár János elleni pert is többek között ő dolgozta ki, koncepciós pert. Tehát Kádárban még mindig megvolt az a félsz 56 után is, hogy Komlósnak túl nagy hatalmat nem szabad adni. Ezt a színházat például milyen céllal hozták létre, hogy az is egy ilyen feszültséglevezető szelep legyen? Pontosan, pontosan azért, hogy ez az a hely, ahol kis létszámú nézőközönség előtt, de olyan jól oda mondogatnak. Emlékszem, az első adás után kaptam egy levelet, így kezdődött. Azt mondja, tisztelt uram, ez én volni. Ön vagy hülye, ez is én vagyok, vagy nem tud magyarul. Az éremnek ugyanis nem három oldala van, csak kettő. Amit ön a harmadik oldalának vél, az a pereme. Agyafurtan kitalált dolog volt, mert az volt a lényege, hogy a minden rendszerek legjobbika, az természetesen a kommunista rendszer. Tehát ezt a rendszert, és különösen a tabu témákat, ugye 56-ot, a szovjet csapatoknak az itteni állomásozását, és az egypártrendszert, ezeket nem lehetett. De hát vannak az elvtársak között oda nem való, alkalmatlan elvtársak, vannak ostoba elvtársak, akiket hát nagyon, nagyon okos elvtársakra fogunk lecserélni, és ezeket, mint jelenségeket pécézték ki, és ebbe Komlós rendkívül nagy volt, tehát ezt fantasztikusan csinálta. Magára mi nehezedik? A felelősség. Én ellenőrzöm őket. Ez akkor igazából ő nem tudta levetkőzni ezt az AVH-s múltját a későbbiekben sem. Nem, valóban nem. Azért Komlós Jánosnak még a humorában is benne volt az AVH-s múltja. Én nagyon úgy érzem. Tehát amikor ugye az a közismert sztori, amikor Latinovics Zoltánnal találkoznak, és Latinovicstól megkérdezik, hogy hogyan szólíthatom a Latinovics földbirtokos fiaként, vagy a színész királyként, vagy az építészmérnökként, vagy éppen a Gundel család legidősebb unokáként, és akkor visszakérdezett a Latinovics, hogy hát én meg nem tudom, hogy kit tiszteltek önben, a zsidó rabbi unokaöccsét, vagy a rabbi jelöltet, mert ugye ő is járt oda, vagy éppen az AVH-s tisztet, vagy a Mikroszkóp színpadnak az igazgatóját. Egy színház igazgatójaként kénytelen volt beszámolni, kénytelen volt, nyilván örömmel tette beszámolni az államvédelemet. Együtt kellett kollaborálniuk kellett, együtt kellett működniük a fennálló rendszerrel. És hát persze az a rendszer pedig elvárta tőle, hogy olyan humorokat faragjon, ami a rendszernek kedves, még akkor is, hogyha be van egy kicsit burkolva némi rendszerkritikában. Nagyon érdekes, hogy hogy kerültek oda egy egészen kiváló, kimagasló színészek. Harkányi Endre, az már egy érdekesebb történet annyiból, hogy ő a Víg Színháznak volt a tagja, és Várkonyi Zoltán, a korszak
nagy színigazgatója, rendezője, számos történelmi film rendezője, maga is színész. Dokumentumok szerint harcolt azért, hogy Harkányit ne vigyék el a színházból, mégis Komlós győzött. Vajon miért? Ez azt mutatta, hogy még a rendszer által preferált és kiemelt és elismert Várkonyi sem tudott olyat elintézni, amiben Komlós volt az ellenfele. Ide figyelj, te nagyon felvágszál. Látszik rajtad, hogy egy státuszszimbólum vagy. Most ő mindig megvadul. A diktátorságáról csak egy apró adalék, hogy amikor felléptek közösen ugye, a színész palántáival együtt, mert azért ő tudatosan válogatta ki Mikroszkóp színpadnak a szereplőit, illetve magát a színészgárdát is, akkor gyakorlatilag, amikor fölment konferálni, akkor megnézte, hogy ki mit fog mondani, és a legjobb poénokat kimazsolázta belőlük, és úgy állt a színpadra. Nem lehetett túl jó érzés, mondjuk ott egy Gera Zoltánnak, vagy egy Harkányi Andrének lenni szerintem. Mennyire fogadta előtt a szakma és a közönség, hiszen nyilván tisztában voltak a múltjával? Én nem vagyok benne biztos, hogy a 70-es, 60-es, 70-es évben nagyon sokat derültek azon az emberen. Féltek tőle. Tehát neki olyan rossz híre volt, ugye, hogy még ha nem is ismerték el a tehetségét, ami persze volt neki, de nem mentek neki keresztbe, nem mentek neki ellent mondani sem. Szakmailag nyilván elfogadták, mert amit ő szakmailag letett, amit szakmailag csinált, azt ő magas színvonalon, magas fokon csinálta, és biztos, hogy féltek tőle. Az akkori vezetésből kik fordultak meg a nézőtér soraiban? Az adoma szerint maga Kádár János elvtárs is elment egyszer-egyszer, majd minden premiért, még előtte a főpróbán, vagy a neki külön rendezett főpróbán megnézett Acél György, tehát végsősorban ő hagyta jóvá ezeket a műsorokat. Ők rájöttek arra, különösen Acél, hogy fantasztikus módon legitimálja a rendszert az, hogyha ezekkel a bemondásokkal, hogy a humor nyelvén szóljak, ezekkel gyakorlatilag el lehet hitetni az emberek között az, hogy na itt már azért itt más a helyzet, tehát itt már azért kemény kritikát is lehet gyakorolni. Szerintem kifejező, amit Ablonci László írt róla, és ez pedig az, hogy szerinte Komlós egy átváltozó művész volt, a humor drogbárója. Azért tartom találónak, mert azt a fajta politikai humor, tehát engedélyezett és agyon cenzurázott politikai humort, amit ő képviselt, azt szinte drogként próbálták adagolni a társadalomnak. Komlós sok mindenkinek volt ellensége. Önmaga ellensége leginkább a konyak volt, amiből állítólag egy litert is megivott naponta. Ez vitte a halálba, helyesebben a szíve, vagy talán a lelkiismerete. 58 évesen úgy halt meg, hogy mindenki rettegett tőle, ugye amikor volt megint csak ez a híres mondás, hogy utolsókat rúgom másokba, amikor ugye szenvedett a halálos ágyán, de nem véletlenül született ez a legenda is róla. Ötvös István történésszel folytatjuk. Jó estét kívánok önnek. Na hát van itt egy Szűrös Mátyás visszaemlékezésünk. Azt írja Szűrös Mátyás, hogy 1960-ban, amikor kezdő volt a külügyminisztériumban, akkor az akkori főnöke, egyébként a Rákosi titkárság egykori vezetője, tehát ez is szép, de ebben most nem menjünk bele, elküldte egy magánlakásra, hogy a magánlakásba kopogjon be, és ott érdeklődje meg Adolf Eichmann kapcsán, hogy van-e valami dolga ezzel a külügyminisztériumnak és egyáltalán Magyarországnak, vagy pedig hagyják az izraeliekre az egészet. Bekopogott ebbe a lakásba Szűrös Mátyás, legnagyobb meglepetésére Komlós János nyitott ajtót, aki akkor már ismert és elismert humorista volt, és amikor feltette neki a kérdést, akkor Komlós azt válaszolta, hogy nem kell semmit tenniük, a Mossad és Izrael ezt szépen intézi, Magyarországnak nincs benne dolga. Na hát az a kérdésem, hogy leszerelte Komlós János 1960-ra az állambiztonságtól, vagy sem, ez az egyik kérdés. A másik meg, hogy a Mossadnál érintette volt, vagy sem. Most kellemetlen helyzetben vagyok, mert nem, hogy mondjam, exakt azt mondani, hogy leszerelt, nem szereltre, valójában a helyzet a következő, hogy itt nem az államvédelemtől szerel le, vagy nem szerel le. Okay? A következőképpen néz ki a történet. 56 után restaurálnak egy rendszert, fölépítik a Kádár rendszert, ott már mindenki tudja, hogy kitől mire számíthat. Tehát Kádáréknak a cenzúra kapcsán is, hogy most miért enyhül a cenzúra, meg puha diktatúra, nem puha diktatúráról van szó, egyszerűen arról a tényről van szó, hogy ezek már kipróbált elvtársakkal tudunk dolgozni.
és Komlós egy kipróbált elvtárs. Na most, hogy egy, most őt az adott szituáció megkérték egy szívességre, hogy ő nyisson ajtót a Szűrösnek, és nem más, ne dekonspiráljunk egy valóban terepen mozgó ügynököt, vagy pedig ő neki egy folyamatos együttműködése van, ezeket a rendszernek a lényege működik másként. Tehát itt hogy a mikroszkópon hogyan cenzúrázták az előadásokat. Nem kellett az Laci, hogy valóban megnézte, de nem kellett neki cenzúrázni, mert tudták pontosan, hogy a Komlós nem fog tévedni, a Hofi nem fog hibázni, és a Kós szintén nem. De ugye 1956 után fontos volt az, hogy azt lehessen érezni, hogy ez a rendszer kritizálható, és ezt a szerepet szépen betöltötték? Látszólag betöltötték, megmondom őszintén, amikor erre az adásra készültem idézőjelbe, akkor én fölraktam a Hofi lemezt otthon, és ugye nem hallgattam 30 éve, és döbbenten konstatáltam, hogy ha az ember odafigyel, akkor valójában egyetlen rendszerellenes mondata nincs. Csak ilyen kiszólások vannak, vagy odaszól a közönségnek, hogy jegyzetelünk, azt meg kell jegyezni a poént, és majd otthon kell megírni a jelentést, de ez nem rendszerellenes, igazából a rendszert valójában kritikus, hogy a szocializmus miért nem jó, ilyen valójában nincs, hogy valamelyik pártvezetőre azt mondja, hogy ez a párt, most a legfelső vezetésről beszélünk, Kádár János ilyen vagy olyan vagy amolyan, ilyen megjegyzés valójában nincs. Ilyen félszavas beszólásokon túlmenően semmilyen, csak annyira ki volt éhezve a társadalom arra, hogy legyen valaki, aki bemond valamit, hogy ezeket a félmondatokat is már úgy értelmeztük, és tulajdonképpen túlértékeltük a politikai részét a dolognak. Farkasházi Tivadar mondja ezt, hogy Komlós látszólag bátor dolgokat mondott, de igazából mindig az volt a kicsengésük, hogy a rendszer jó, csak vannak buta emberek, és ő a butaság ellen harcol. Igen, ez egy koncepció volt egyébként, az egész Kádár rendszernek az volt, és ez a humorban nagyon jól tetten érhető, az egész elbeszélés módja, hogy ha nem mi vagyunk, akkor jönnek a nyilasok. És ezt a dihotómiát építik föl, ezt az ellentétpárt, és azért kell velünk lennetek, és ezt építik bele a humorba is. Itt valójában egyébként mondom, igazából, tehát hogy mondjam, valódi olyan rendszerellenes vicc, az nem hangzik el. És hogy működik mindez, hogy rendszer szerűen működik-e mindez, mert van például Róna Tibor, az életútja szinte teljesen ugye az, mint Komlós, ugyanis állambiztonságtól indul, ő is ott komoly dolgokban vesz részt, aztán a Vidám Színpad vezetője lesz. Abszolút rendszer szintű, hogyha úgy nézem a rendszer szintűséget, hogy a katonapolitikai osztálytól és az AVH-tól különböző arra alkalmas embereket helyeznek el a televízióba, a rádióba, a könyvkiadókhoz, tehát a kulturális életnek a meghatározó pontjaira, akkor ez egy rendszer szinten megtervezett valami, hogy megfelelő emberek oda kerüljenek. Ilyen értelemben, és ezek az emberek, ezek ülnek utána a presszóba, tehát ahogyan Komlósék is, vagy a Hofikós, ülnek a mikroszkópnak a büféjébe, és akkor ott elkezdenek beszélni, és ott kialakul az, hogy majd hogy fog kinézni az előadás. Miről lehet beszélni, miről lehet könyvet írni. És így ebben a közegben lehet utódokat is nevelni, tehát ugye nyilván vannak ők, de aztán ki kell nevelni a megbízható utódokat. Igen, ennek a szellemében történik? Abszolút, de hát miután ő az igazgató, ezért ő tudja eldönteni, hogy kit vesz státuszba. És a másik is el tudja, és hogyha van egy arra alkalmas ember, akkor nekem nincsen státuszom, de átszólok neked. Tehát miután itt, ugye amikor mostanában sokat szoktunk beszélgetni a hálózatosdikról, hogy tulajdonképpen itt nincs, tehát nem egy formális hálózatról van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ismerik egymást, fölhívom, és azt mondom, hogy te ide figyelj, van itt egy tehetséges írón, vegyétek föl, és akkor neki már egzisztenciája lesz, és abban a pillanatban el tud indulni a pályán. Köszönöm a beszélgetést. A Hofi megmondja, a Hofi odamond még Kádárnak is. Ez volt a Hofi Géza köré épített mítosz legfontosabb üzenete. De valóban olyan bátor volt, tehát erről beszélgettünk már az előbb, vagy minden viccét megtervezték. Jámbor Flóra anyagából ez is kiderül. Hoffmann Géza, vagyis a Hofi, a magyar kabaré történet egyik leghíresebb és legtöbbet idézett alakja. A humorista évtizedeken át szórakoztatta a magyar közönséget. A Kádár rendszer nagy megmondó emberének tehetsége minden kétségen kívül áll. Mégis felmerül a kérdés, hogy egy olyan időszakban, amikor mindent áthatott a cenzúra, hogyan élcelődhetett valaki ennyire szabadon, akár a rendszer kárára is.
milyen kép élt az átlag emberben Hoffiról. Nagyon tehetséges komikus is előadó volt, tehát egy nagyon nagy nevettető. Tökéletesen eladta a kisembernek a képét. Tehát ő úgy élt igazából a társadalom szemébe, hogy ő az, aki odamondogat, aki azért megmerít enni, aki Kádárról is ugye paródiát készített. Ő a kisember, a kőbányai, a munkás, van ugye anyósa is, hát mindenkinek van anyósa, akivel ugye konfliktusok vannak, de mégis szeretik egymást. Tehát olyan problematikákat meg tudott jeleníteni, amely mindenkinek akkor az életében jelen volt. Anyósom, tudja, ne félj! De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt. Gyakorlatilag egy udvari bolond, az akkori királynak, azaz a főelvtársnak a házi bohóca. Minden diktatúrában, hogyha végig tekintünk az egész történelem folyamán, hát mindig ott volt az udvari bohóc, a megmondó ember, ő is egy ilyen volt. Hoffi azok közé az emberek közé tartozott, akik élhettek a kritikával. Vajon egyeztetett ő ezekről a kritikus megszólalásokról a hatalommal? Mit tudunk erről? Milyen viszonya volt Kádárral, vagy akár Acéllal? Hoffinak nagyon jó kapcsolata volt Kádár Jánossal. Ugye volt ez az Egyetértés Vadásztársaság nevű csoport, ahova tényleg csak a kiváltságosak mehettek el. És ő például ennek a csoportnak a jól emlékszem, szilveszteri ünnepi összejövetelén tartott tulajdonképpen ilyen magán előadásokat. Feltétlen bizalom fűzte mindkettőhöz, illetve hát Kádár és Acél is meg volt arról győződve, hogy valójában soha nem fog velük szembe menni. Fontos a szelepek és a szelep kezelőinek a kérdése, hogy Hoffi mögött ott állt Komlós János, ugye, aki AVH-n kezdte, tökéletesen megbízható propagandista és elvtárs volt, pontosan tudta, hogy meddig mehetnek el. Úgy gondolom, hogy mivel ő a rendszer kegyeltje volt, ő valójában nem is akart szembe menni ezzel. Nem akart ő egy lázadó lenni. Ugye Hoffi Géza még a sikerei csúcsán 1977-ben adott egy nagyon érdekes interjút a Népszabadságnak, ugye az akkori pártlapnak. Azt mondja, hogy kérem szépen, nekem nincsen gondom azzal, hogy miként nevettessem meg az embereket. Ez a mesterségem, ez a rutin. A lényeg más. Az, hogy testközelben legyünk, és értsék, amit mondani akarok. Ez egyértelműen politikai bizalomra van szükség. És ennek a bizalomnak az az egyik kifejeződése, hogy nem szokták ellenőrizni, amit mondok. Tehát itt tulajdonképpen már arról beszél, hogy ő annyira megbízható elvtársa a rendszernek, hogy ellenőrizni sem kell. Ez művészi kérdés is, de nem kevésbé politikai ügy. Az előbb Takács Károly, olimpiai bajnok sportlövőnk példáját említettem, folytatnám a hasonlatot. Én sem lőhetek mellé. 10 centit sem, mert ott már nem az a céltábla áll, ott már más van. Esetleg a saját emberre lövök. Elmondja, hogy minden poénja pontosan ki volt számolva, tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy kit, mivel kritizálhatnak. Említetted ezt a 74-es paródiát. Ez volt az első, hogy Kádár Jánost valaki nyilvánosan parodizálta. Ezt hogyan tehette meg? Vajon itt volt egyeztetve a szövege, vagy az előadás módja a hatalommal? Mi a helyzet a gyalogosokkal Magyarországon? Erre fog válaszolni egy igen híres, nemzetközi sakkmester. Kedves övtörs. Elvtársnő. Barátai. Biztos, hogy szóról szóra egyeztetve volt. A Kádár rendszer éppen konszolidálódva volt, olyan szempontból, hogy a új gazdasági mechanizmusnak a befékezése az 72-ben megtörtént, másrészt viszont ugye az emberek életszínvonala az elég jó volt, tehát Kádár azt is megengedhette magának, hogy egy kicsit kinevessék őt, hát mert annyira biztonságban érezte magát. Érdekes mai szemmel megnézni ezt az előadást, mert hogyha megnézzük, azon kívül, hogy parodizálja Kádár Jánosnak a közismert beszédét, a közismert stílusát és viselkedését, milyen bátor dolgot látunk benne, tulajdonképpen semmilyen bátor dolog nincs benne. Az van benne, hogy a Kádár rendszer már jobbra és balra is üt, és hogy Kádár János egy nemzetközi sakkjátékos, tehát tulajdonképpen dicséri a Kádár rendszert. A játszma bonyolult. A játszma van élőfarddal, ajkar. A gyalogos csak úgy tud előre menni, hogyha üt. És mi ilyenkor ütünk. Jobbra is, balra. A Hoffi Géza munkásságára, ha úgy tekintünk rá, hogy a nemzeti önértékelésünket építette, vagy a nemzeti egészséges öntudatunkat, hát egyértelműen nem.
Gondolj apádra, rád gerítol apádra. Megmondtam előre, hogy elmenünk a tetőre. Egyszer kell leesni, ma nincs mit keresni. Ez a mondat, hogy megmondtam előre, fel ne menj a tetőre, és egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Ezt a mondatot, hogy alaposabban megnézzük, ez a kádári kisembernek a himnusza is lehetne. Ne kockáztass, ne kezdj nyúj utakat, simulj be a tömegbe, és akkor semmi bajod nem lesz. Hofi személye beleillik abba a képbe, amit azért próbáltak fenntartani kádárék, hogy a legvidámabb barak jelenjen meg a nyugati országok előtt? Ahogy mondjuk a szamizdat is, úgy Hofi is nagyon beleillett ebbe a képbe, hiszen látták, hogy itt már van kritika, itt már oda lehet szólni a rendszernek. Igazából ez egy imázs volt, amit erősítettek. Igen, ő ezt nagyon jól tudta reprezentálni más országok felé. Azt is, hogy nálunk van humor, ki lehet mondani, még a diktátoron is lehet gúnyolódni, hát ilyen ugye Romániában elképzelhetetlen lett volna. Megteremtette ő is, és sokan mások ezt a szabadságnak az illúzióját. Tehát azt a látszatot, hogy ez egy más rendszer, ez egy élhetőbb szocializmus. Végre sikerült ugye a sok javítás után megteremteni ezt. Képzeld el, hogy az ünnepek alatt azért nem volt kenyér, a dolgozó ne felejts el, hogy ünnep volt. Tudod, mi lesz augusztus 20-án? Az új kenyér hiány ünnepe. Mi lett a helye Hofinak a rendszerváltás utáni Magyarországon? Nem igazán találta a helyét, tehát igazából megszűnt az a rendszer, amiben ő hitt, aminek ő az első számú humoristája volt. És személy szerint lehet is azt látnia, hogy egyre agresszívabb és dühösebb lesz a stílusa, és egyre kevésbé vicces. Mindaz, amit ő képvisel, azért az a rendszerváltással egy idejét múlt világ, nem újult meg, és ez azért is fontos, mert hogy ugye dicsérjük őt, mint humoristát. Ő egy bizonyos szerepkörben volt csak jó humorista, tehát továbbfejlődni már nem volt képes, nem tudott az új világhoz alkalmazkodni. Volt az előadása, ahol a Don kanyarban ott veszett katonákat figurázta ki, vagy rajtuk jegyzelődött. Hát egy elég durva jelenet volt, amit fölidézett ugye Horthy Miklósnak az újratemetésével kapcsolatban. Sokan voltak, sokan. Sokkal többen lettek volna, csak még nem érkeztek meg a Donkanyarból, tudod? A kádári nosztalgiára épített, egy az egyben vitte tovább a kádári propaganda szövegeket. 98 szilveszterén volt ez a bizonyos jelenet a Szomszédokban, ahol hirtelen megjelent Hofi. Isten hozta, fáradjon be, fáradjon. Csókolom kezeket. Igen, az egy elég emlékezetes jelenet volt, ugye ott egy ilyen célzást tett arra, hogy még lehet dolgozni, még ugye megvan ez az ország, de ki tudja, mi lesz. És ismételjük, hogy 98-ban, amikor semmi más nem történt, mint hogy a Hongyuláik után egy jobboldali kormány vette át hatalmat. Merre van az ország? Hát még ez. Szóval, most szilveszter van, ugye? Igen. Akkor boldog új! Nem évet, boldog új! Ez egy újabb kikacsintás volt az emberek felé, hogy jaj, hát most megbuktunk, ugye 94-98-hoz képest, de azért, amit mi képviselünk, ez a 360 forintos kenyér, meg ez a biztonság, ami a 80-as években volt, mi azért itt vagyunk, és arra várunk, hogy majd visszatérjünk. Hogyan érdemes most, 2023-ban visszagondolnunk Hofira, hiszen a tehetségét mindenképpen el kell ismernünk, mégis miért fontos, hogy ezeket a dolgokat tisztán lássuk róla? Azért fontos Hofi Géza és másoknak a szerepét, a valódi teljesítményét látni, esetleg újraértelmezni az előadásaikat, megnézni, hogy valójában miről szól, mivel viccelődtek és mivel nem, mert úgy a saját szerepünket, a saját történetünket is jobban tudjuk látni. Lehet egyébként, hogy pont most jött el az idő, hiszen 30 év eltelt már a rendszerváltás óta, hogy kicsit újra megvizsgáljuk a Hofi Gézákat, de együtt egyébként a saját szerepünket is, a családunkat is, a történetünket, és egy kicsit próbáljunk meg távolabbról ránézni, lehet, hogy akkor egészen mást is felfedezhetünk. Hofi Géza haláláig aktívan humorizált, rajongótábora a mai napig óriási. Születésének 85. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak tiszteletére korábbi lakóhelyén, itt az Anker közben. Kedves nézőink, Önök az M5 históriát látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is.
kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!